Sziasztok! Itt vagyok, igen. Csupán azért jelentkeztem be, mert mondta a szomszédasszonyom is a férjemnek, meg a nagyobbik fiam is említette volt, hogy nagyon sok helyen kerestetek. Én most nem fogom olvasni, hogy mit írtak, ne haragudjatok, csak azért jelentkeztem be, hogy elmondjam nektek, hogy itt vagyok, végre. És mivel, hogy megváltó ellenségem a hazugság, természetesen én sem fogok hazudni. Én a 25-én elkövettem egy nagy butaságot, és úgy gondoltam, hogy én már nem szeretnék itt lenni a Földön. Gyógyszereket vettem be. Hogy ez miért történt? Itt volt a 24-e, és millió egy ember kívánt boldog karácsonyt, egyedül a két fiam nem. Na most ezt én tudjátok, hogy milyen érzékeny vagyok, és azt én persze úgy volt, hogy másnap délelőtt megyünk a nagyfiamékhoz, ők nem tudtak jönni, mert pici baba van, a kisebbike még pedig, hogy jönnek délután. És ők úgy gondolták, hogy majd akkor kívánnak boldog karácsonyt. De én nem így gondoltam. Én úgy gondoltam, hogy 24-én vagy idegeneknek vagyok fontos, nekik nem. És akkor igen, elpattant az a bizonyos húr, az a szál, hogy felkerült a pont az íjre, fogalmazhatunk bárhogy, hogy az ember ismertek. Nagyon sok emberben, még én tartom a lelket, tartottam. Addig én az enyém elfogyott, úgy, mint hogyha kifolyt volna a testemből arra a napra. Nos, elkövettem ezt a dolgot, de amikor már elkövettem, rájöttem, hogy ez egy hatalmas butaság volt. Ugyanis hát mindenki tudja, hogy én félek a haláltól, nagyon, és nagyon szeretek élni. Úgyhogy már az életmentő appom volt az ujjam, amikor a férjem berontott. Nem volt itthon, akkor jött haza, mivel hogy elbúcsúztam a fiaimtól, a nővéremtől, egy mondatban csupán, és tőle is. Aztán pedig kikapcsoltam a telefon, de akkor visszakapcsoltam gyorsan, és gondoltam, segítséget kérek, mert már akkor nagyon féltem. A mentősök bevittek a sürgőségre, ott én végig nem voltam cselekvőképtelen, nem voltam beszámíthatatlan, végig jól voltam. Nagyon kevés időtő volt bent a nappaliban, tehát gyakorlatilag még a garatban éreztem a gyógyszereket. A mentőben is kedélyesen elcselektem a mentősökkel. Megköszöntem szépen, hogy helyettek értem. Nos, a sürgőségén ezeket most elmondanom, hogy tudjátok, hogy mik voltak azok a bejelentkezések, és hogy miért. A sürgőségén lement két infúzió, nem vagy gyomormos semmi, lement két infúzió, és azt mondta az ügyeletes orvos, hogy rendben van, minden rendben van,
viszont pszichiátriai vélemény nélkül nem engedhet ki. És csupán azért visznek át a pszichiátriára, hogy megmondják, hogy egy éjszakát esetleg bent kellett töltsek megfigyelésre, hogy aluszékony leszek-e, vagy zavart, vagy bármi, vagy rögtön hazaengednek. Nos, én így szálltam be a mentőbe újra, hogy átvittek a pszichiátriára. Ha én tudom, hogy ez történik velem, soha az életben nem szállok be. Igaz, azt mondták, hogy akkor a rendőrséggel vittek volna, amit hát nem értek, de mindegy. És ki meghallgatott egy ügyeletes orvos, amit megtudtam, hogy belgyógyász. Alapvetően lehet ezt látni rajta, hogy nem szimpatizál velem. Persze a beteggel nem kell szimpatizálni, de hogy ilyen nulla empátiával rendelkezett irányomban. Én elmondtam őszintén mindent, hiba volt. És abban a pillanatban rám zárták az ajtót. Na, itt volt az, amikor a cérna elszakadt. Akkor tényleg úgy viselkedtem, mint aki megőrült. Tehát rohantam a lifthez, ahol nincsenek gombok. Csak rácsokat rávettem magam körül. Ott álltam egy szálhálóimben, egy köntösben, és azt mondták, hogy nem mehetek ki. És kérdeztem, hogy miért, milyen jogon nem mehetek ki. Mert csak. Ott ültem a folyosón, a széken, senki nem szólt hozzám. Egyébként a betegek, igen. Bár némelyik jobb lett volna, hanem. Hogy kikkel voltam összezárva, talán majd később tudok róla beszélni, mert még mindig rettegek. Az, hogy én kikerültem, azt csak is a férjemnek köszönhetem. Mindent, ott azt hívtuk, mindent hívtunk, de ha te karácsonykor kerülsz egy ilyen helyzetbe, vagy bármilyen ünnepkor, akkor ott neked véged van. Senki nem elérhető, senki nem dolgozik. Hívtam az igazgatót, amikor lehetett. És senki nem elérhető. Én még akkor ott, mert kb. 3 teremben is voltam, nem értem, miért cipeltek innen, oda, onnan, amoda. Mondta az orvos, hogy menjen a szobájába, hogy adtunk egy szobát. Na, nekem itt nincs szobám. Azt mondja, hát akkor itt alszik. Ez volt, mint a folyosón, a széken. Ahogy beszélnek az emberre, ahogy azt mondják, hogy kus, ahogy azt mondják, hogy egye meg fele azt az ételt, ahogy megnézik a gyógyszert, hogy bevetted-e, és saját gyógyszereimet szedtem, tehát ők nem adtak egyebet, jut eszembe gyógyszer, a férjem behozta minden gyógyszeremet. Nekem a szívgyógyszerem kevés volt már a régi, újra váltott a kardiológusom, a Mézes doktor, és megkérdeztem az egyik gyógyszerre, hogy ez mi. Nővér, nem tudom.
nekem nem kötelességem tudni, az orvosnak kötelességet tudni. Ne haragudjatok, hogy csapongok a történetek között. De azért jó lenne tudni, hogy mi ez. És nagy kegyesen kiment és megnézte. És azt mondta, hogy ne billet. Most jobb? De mondom, én nem nevéletet szedek, már nagyon rég. Bent vannak a gyógyszereim. Én már én ezt a blokkalt szintszerem. Nem véletlenül váltott az orvosom a nevélet, már kevés volt. És húzott egy taván, és azt mondta, hogy ez van. Oké. Szedem a tájfasztot. Amit az allergiámról, az asztmámra szedek, ha én azt nem szedem. Egy-két nap elteltével ilyen hatalmas vörös foltok jelennek meg rajtam, és iszonyúan a viszket. Háromszor szóltam érte, hogy nem kapom a gyógyszerem. Nem hozták tovább sem. Nos, azon az estén, amikor úgy ott ültem a széken, kétségbe és zokogva. Mondom, mindenki elment mellettem, nővérek. Az egyetlen egy orvos, mindenki. Nem tudom hány óra volt. Ja, igen, rám üvöltöttek, hogy most már takarodjak a szobába, mert bezárják a rácsot. Rácsot. Itt egy film lett volna. Tehát miután rám kiabáltak, mert azt mondtam, hogy nekem nincs szobám, mi azt már mondtam. Akkor bementem. De előtte megkérdeztem az orvostól, hogy nem látom a betegjogi képviselőnek a számát kiírva. Szeretnék beszélni vele. Azt mondja, valahol megvan. Mondom, szeretnék beszélni vele. Azt mondja, de ahogy most mondom nektek, karácsony van. És ott vagyok. Aztán megkerestem a neten, de valóban elérhetetlen volt ennyit a betegjogi képviselőkről. Ugyanígy elérhetetlen volt az igazgató, ugyanígy elérhetetlen volt a TASZ, ami leírta nagyon szépen és úgymond konyhanyelven érthetően, hogy engem ott jogtalanul tartottak, és hogyha vészhelyzetben vagy, vagy most szállítanak be, vagy most szállítják be egy hozzátartozódat, nem tudom, keresetek rá. Nekem most nincs erőm belinkelni, Facebookozni, válaszolni senkinek, bocsássatok meg. Akkor hívd ezt a számot. Hívtam. Egy automata vette fel, ami közölte, hogy hívj e-mailt, férjemért e-mailt, mert már én annyira legyengültem idegileg, hogy ami fizikálisan mutatkozott meg, hogy nagyon. És hát ugyanez volt a válasz, hogy majd január 4-én. Na most olyan emberekkel összezárva lenni, akiket kiszíjaznak, ágyon együtt próbál elindulni, veri az ágyat egész éjszaka a falhoz. Idegen férfi besétál a szobába, egyedül voltam, és mondta, hogy most befekszek melléd. És mondtam, hogy kérlek, ne tedd. Nem mersz ugye visszaszólni, csak annyit mondom, hogy tudod, legyünk barátok. Ahhoz ne sem akart a barátja lenni, csak féltem tőle nagyon. Aztán kiment, visszajött.
az asztalon volt tea, töltött magának teát, megiszott, aztán kiment. Ezt a lekötözött szobatársamat a szemem láttára vitték Anna szült másztán a folyosón. Én azt hittem, hogy ez már nincs. Tehát, hogy a minden vele történik meg, hanem a híradóban látod, hogy a fókuszban addig meghallgatod, megnézed, elszörnyedsz, és ennyi. De ez olyan volt, nem tudom, láttátok-e a Gótikát? Ez olyan volt. Nem lehettem szomorú. Még csak így sem álltam tenni a kezem, mert ugye ez azt jelenti, hogy ugye be vagy zárkózva. Egy ilyen örök idióta vigyort kellett feltennem az arcomra, hogy lássák, hogy jól vagyok. A nem tudom hány nap alatt senki nem foglalkozott velem. Tehát úgy értem, hogy nem volt ok, hogy ott legyek. Tehát, hogyha még egy pszichológus beszélgetett volna velem, akkor azt mondom, hogy rendben van, de semmi. Volt foglalkozás, ami abból állt, hogy sakkoztak, malmoztak, és kifestőztek. Hát köszönöm szépen, én ebből már kinőttem. Illetve a beszélgetések valamilyen szobában össze lehetett gyűlni. Ez nem pszichológus által irányított volt, hanem szintén játék. Én a partalan beszélgetéseknek nem vagyok a híve. Az utolsó napomat megtetőzte az, hogy WC, mosdó. Hát szívesen bevinnék oda egy operatőrt, hogy ott mi van, mert takarítás nincs. Hogy mik vannak a falon. Egyáltalán ez az egész, ez egy olyan rémálom, hogy én ezt nem tudom nektek átadni, és szépen kívánom, hogy soha senki ne kerüljön ilyen helyzetbe. Az ügyvédünk egyéb iránt nem jöhetett be, mert nincs beoltva, látogatási tilalom van, de mint ügyvéd, ő bejöhetett volna, ugye elmondta Istvánnak, hogy mit tegyen. Ha azt mondom, hogy ez nekünk mibe került, igen, nem mondom, hát nem mondom, hogy tegnap kihoztak, kihozott. Ez a tündi, ez már nem az a tündi. Így teljesen üres. Egy emberi méltóságában teljesen összetörtem már. Mint hogyha elvették volna az énemet. Rettenetesen fáradt vagyok, a kerincem iszonyatosan fáj. Ugye tudjátok, hogy itthon ez a speciális ágyam van a hátamnak. Nem tudom elmondani, hogy az is mennyire fáj mindenem. De a legdurvább ez volt ez a stílus. No, nem fejeztem be, bocsánat, tehát reggel elmentem még a mosdóba, nevezzük mosdónak. Ugye kucorodom ott, és kinyílik az ajtó, megjelenik egy, nevezzük hölgynek, kezében egy spáros, kukoricás
ilyen kis konzervdobozzal, ami láthatólag nem konzervnyitóval volt kinyitva, persze ilyeneket nem is lehet bevinni, hiszen még az örömet is elvették a köntösömből. Most gondoljátok el, hogy egy ilyen dobozzal a kezében ott áll, aminek ugye hát ilyen úgymond racsnis volt a szél, és kinyitja az ajtót, és azt mondja, hogy leszel a barátom. Hát gyerekek, én ritkán érek meg, bár alapvetően úgy mindentől félek, de mindenhol feltállom magam. De nagyon megijedtem, mert ez a WC rész, ez a mosdónak eléggé hátsó részében van. Nem tudtam hirtelen mit kitalálni, mint sem, hogy azt mondjam, hogy persze leszek, igen, csak várj meg. Megvárt. Aztán gyorsan, ahogy kijöttem onnan, így elmentem mellette. Ezek az emberek nincsenek képbe, tehát nagyon vannak gyógyszerezve, ezért is kiszámíthatatlanak. Elmentem mellett, és kirohantam azonnal is be a szobába, és megint visszakucolottam az ágyamnak a sarkával, mint egy kisegélyel. Tehát ez egy része volt annak, amit elmondtam, és azért mondtam el, hogy egy kis időt kérek, hogy vissza tudjak térni, mert én tényleg nem hittem, hogy ilyen van. Hiába egészségügyi dolgozó, meg nem tudom mi, de 2021-et írunk, mindjárt 2022-t is. És ilyen van, hogy a férjem, mert az ügyvéd ugye azt mondta, hogy azonnal menjen oda a férjem, és követelje egy tanúval, hogy adjanak ki, mert hogy jogtalanul tartanak ott. Hát a férjemre tojt mindenki, az osztályvezető nő, hát ő rendkívül magasan hagyja az orrát. Ő neki szó szerint nincs az az Isten, akiért ő ott oda lemenne, ugyan nem még egy császár Istvánnak. Úgyhogy itt szó szerint hegyeket, völgyeket, mindent meg kellett mozdatni, hogy én innen kikerüljek. A záromat, én nem szoktam elolvasni a záróimat, engem nem érdekelnek soha. Férjem elolvasta. És az van rajta, hogy egyébként minden rendben van, teljesen beszámítható. Sőt, még azt is leírták, hogy a hasi állapotom, tudjátok, ahogy szokták mondani az egészségügyben az asszisztensnek, vagy az orvosírnoknak, hogy írj egy negatív leletet. Na hát ez az volt, az eredetem semmilyen vizsgálatot nem végeztek el. Ezért voltam bent bezárva X napig, hogy ott üljek az ágyba, és nézem a csempét, és átéljem ezeket a szörnyűségeket, ezt a rettegést, és ezt a bánásmódot, aminek egy tizedét mondtam most el nektek. Én tudom, hogy nagyon sokan aggódtatok, amiért hálás vagyok. És akikben tartottam a lelket, és azt mondtam, hogy fogom. Nagyon sajnálom, de most nem
nem tudom, mennyi idő kell, hogy ezt elfelejtsem, hogy ezt ezen túl legyek. Ezen a dolgon, amiben történt, mert én ekkora csapdába még nem estem, és ekkora hazugság csapdába sem. És ezért nem tudom feldolgozni ezt. Mert ha egyszer, csak egyszer kaptam volna választ arra, hogy miért tartanak itt. De csak szembe nevettek. Ez a protokoll. És gúnyos mosoly. Például kértem, hogy ne amellett a hölgy mellett feküdjek, aki le van szíjazva. Volt egy másik ágy a fal mellett, és mindjárt elbúcsúzom, nem tartalak fel benneteket. Külön kérvényezni kellett, úgymond, mert a nagy fehér főnök döntött el, az Isten a vezetője a pszichiátriai osztálynak, az a nő, és kérdezte egy rendkívül undorító, visszataszító, lekezelő módban, hátradőlve, fotában, karjai széttárva, feje felemelve, hogy miért nem jót magának, ahol van. Nem, semmi különös oka nincs, én nem tudok, nem akartam megsérteni ezt a beteg embert, szegényt, aki le volt szíjazva, mert hiszen ő nem tett róla, szegényem. Hú, de sajnáltam, hogy bántak vele, drága Istenem. Szóval, mondtam, hogy én nem tudok középen aludni, tehát egyébként ez igaz, tehát én gyerekkoromtól a kicsik is itt vannak, akkor is, hogyha vitáztak, hogy ki mellett aludjak, akkor, hogyha aludjak középen, nekem ez nem megy, én nem tudok. És ezt mondtam el, és nagy kegyesen rábólintott, hogy jó, de akkor az ágy nem őt maga rendezi. Jó, persze, természetesen. Ezt tudjátok, mit jelent, hogy ugye akkor meg kellett cserélnem az ágy, nem őt áthúzni az ágyat. Ugyanabban az állapotban tenni az ágyat, mint ahogy volt. Ja, párna húzott, ilyesmi. Semmi meleg víz. Megnyitod a csapot, az egyikből jött víz, a másikból nem. Vártam a fürdőben a meleg vízre. Hát már nagyon régóta vártam, le kellett ülnöm. Na, egyszer csak megérkezett a langyos víz. Na, mondom, murá, ma zuhanyzunk. Ám nem meleg víz jött, hanem tűszorú. Hát, ha nem sírtam volna, akkor nevettem volna magamon, ahogy én akkor ott zuhanyoztam. Ja, hideg víz az nem volt hozzá. Nem még a lámpa, mivel egy háromkor teremben voltam, azt hiszem, az egyik helyen például nem égett a lámpa, nem volt jó egyetlen egy konnektor sem, tehát hogy tölteni tudtam volna a telefont abban a korteremben. Nem tudok, tényleg nem tudok, nem mondom azt, hogy kosz, retek. Ezt én, aki ismer, tudja, milyen vagyok, aki járt a házamban, tudja, milyen vagyok. Ez borzasztó volt. És rémegalázó az is, hogy jött a baj, meg az a szelet kenyér, amit adtak. Ugye az általuk adott kanállal kellett ki szedni valahogy, kaparni abból a kis tégelyből, mert ugye semmilyen ilyen kés, meg ilyesmit nem lehetett használni, tükör sem.
Semmi sem. A férjem behozott egy másik USB kábelt a töltőhöz, mert először nem jut hozott, és azt is elvették, vissza se kaptam egyébként. Nagyon alakban ennyi. Egy utolsó mondat, akinek az a véleménye arról az emberről, aki eldobja az életét, vagy el akarja, hogy ez nem keresztényhez méltó, én hiszem Istent, természetesen ez magától értető, hogy itt nem járok templomba, nem hányom a keresztet, meg nem tudom, de igen, mélyen hiszem Istent. És tudom, hogy megvetendő. És azt szokták mondani, hogy gyáva ember az, aki ezt megteszi. Nem az. Nagy bátorság kell hozzá, ami nekem abban a példában is illant, amikor megtettem, de ezt már elmondtam. És én nem az élet problémájáról akartam megfutamodni, hiszen azért születtem, hogy szeressek. Azért születtem, hogy segítsek. Tudom. Hanem egyszerűen úgy éreztem, hogy egy ilyen ember, mint én, ha a fia is nem hívják fel, akkor minek? Tehát, hogy egy ilyen ember csak teher a társadalomnak, a falujának, a barátainak, de legfőképpen a családnak. Akkor ezt éreztem. Annyit szeretnék mondani, hogy hálásan köszönöm még egyszer a hívásokat. Nem tudom, talán SMS-ek is jöttek, nem tudom, mert ugye sokszor el kellett dugni a telefont, én csak sütyomot tudtam sokszor használni. De még most is képtelen vagyok telefonon beszélni. Nem menne a rakodat. Nagy erő kellett ehhez is, hogy összeszedjem magam, hogy most bejelentkezek. Azért tettem, mert mondom, tegnap este a szomszédasszonyom mondta, hogy még este 11-kor is írtak rá. Amivel nincs baj, és bárki volt is az, nagyon köszönöm, tehát nem negatív értelemben mondom, csak hogy ugye más lássa kárát az én butaságomnak, hogy most már tudjátok, hogy itt van vagyok, hogy milyen áram, hát azt csak mi tudjuk. Ezt a karácsot örökre el fogom felejteni. Ha jönnek a kicsik, még állni fog a fa. Amint elmentek, azonnal veszek mindent. És hogy tudom, nem akarok vele emlékezni. Soha. Nektek viszont, mivel hogy valószínűleg addig nem beszélünk, őszintén is. És tiszta szívvel kívánok nagyon boldog új évet. Nagyon boldogat. Tudjátok, olyan egészségeset, olyan munkával telít
olyan családosat. Olyan új évet kívánok mindenkinek. És még egyszer mindenkinek köszönök szépen mindent. Bárki bármit is tett, bármilyen formában keresett, hogy aggódott értem. Nagyon sokat jelent nekem. Talán eljön az idő, amikor, sőt, biztos vagyok benne, hogy visszatér bejön a lélek, és az leszek, aki voltam. Igyekezni fogok. Nem mondom, hogy legyetek jók, csak ne legyetek rossz. Minden jót kívánok nektek. Sziasztok!